Kos, szeptember, első felem. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Egy picit nehezebb lesz ez az időszak a retrográd bolygók miatt. 15-ig a Merkur is retrográd. Na de csak pozitívan állunk a dolgokhoz, és jaj, de jó tűzenergiával kezdünk. Ó, nem állunk meg, ó, semmi, és senki nem fogja megállítani a kosokat. Itt vannak a tervek, valamit akarunk, valamit elértünk, de megyünk tovább a célokhoz, az álmokhoz. Nagyon jó tervezni, nagyon jó, amikor retrográd a Merkur, például nagyon jó. Készülődni valamit, előkészíteni, nagyon jó. Megyünk tovább, 4-es, és van pénzünk is ráadásul. Stabil anyagi helyzet? Igen, ez nagyon jó hír. Egyébként egy plusz figyelmeztetés, ugye ez a kártya mindig azt üzeni, hogy azért vigyázni kell a pénzre, és ez az időszak ilyen még, ez a retrográd időszak, tehát nem költekezünk. Hát természetesen ugye iskolakezdés van, akkor az más, meg kell venni a dolgokat az iskolába a gyermeknek, vagy nekünk, de tehát itt arról van szó, hogy ilyen nagyon értékes dolgokat ne vásároljunk, vagy a befektetés, tehát most ezeket érdemes egy picit hanyagolni, miért is, hogy ne legyen egy ilyen helyzetünk, mint ez az 5-ös érmék. Ez maga a pénztelenség kártyája egyébként. Igen, valamilyen pénzvesztességet mutat. Pénzt, hiányt, szegénységet szokott mutatni ez a kártya. Viszont pozitívumot nézünk. Jó? Tehát egy nagyon jó tanács, hogy vigyázni kell most a pénzre. Egy picit vissza kell fogni ezeket a lovakat visszahúzni. Nem költekezünk. Nos, de mivel pozitívumot nézünk, aki ilyen helyzetben van esetleg, ilyen pénztelen helyzetben, vagy hirtelen valamilyen kiadás keletkezett, ugye váratlan kiadásról van szó, lesz pénz. Tehát ez egy megnyugtatás. Megyünk tovább. Pénzkiadás, hát kire? Például a gyermek. Itt a gyermek, iskolakezdés, pénzkiadás, iskolakezdésre, hát ez tipikus ez a sztori. Valakinek teljesülhet egy álma, egy kívánsága. Megyünk tovább, a nulla. Valamit a nulláról kezdeni most nem érdemes, de amit szeretnék mondani, hogy ez maga a szabadság kártyája, tehát ez maga a megszabadulás valamitől. Például fölötte van egy negatív kártya, tehát megszabadulni a pénztelenségtől, megszabadulni az adósságtól, a hiteltől. Például nagyon-nagyon jó. 2 darab gyermekünk is van. Terhesség, gyermekáldás. Ez plusz információ valakinek. Még egyet húzunk. Ó, de csodálatos az uralkodó. Hát ez maga a kos. Uralkodók és uralkodónők lesztek. És ilyenek kell lenni. Ilyennek. Milyen az uralkodó? Határozott. Dönt. Az övé az utolsó szó. Ő irányít. Tervez. A tervek is ide tartoznak. A tervekkel kezdtük, és a tervekkel fejezzük be ezt a pozitívumot. Csodálatos. És tényleg terv szerint érdemes haladni, főleg most, hogy ilyen retrográd időszakunk van. Tehát okosan. Nagyon jó. Negatívum. Egy picit belekukkantunk a negatívumba. Négyes, ez egyébként egy kellemes kártya, de negatívumot nézünk. Az ünnep. Nos, lehet valaki meg akarja akadályozni ezt a
ezt a boldogságot, ezt az ünnepet. Tízes és pénz. Nagyon erős pénzes kártyát kaptunk, ez egy jó figyelmeztetés. A negatívumot el lehet kerülni? Igen, határozottan igen. Ugye nem karmikus kártyákat kaptunk. Például ez a tízes, ez mutathat nagy költekezést. Ez az otthon kártyája, tehát ez maga a négyes, ez maga az otthon. Lehet, hogy most veszünk valamit, valami értékeset. Egy hűtőszekrényt például. Egy mosógépet. Nem érdemes. Nem érdemes. Érdemes várni szeptember 16, de inkább 18-áig. Megbánhatjuk. Elromlik például. Vagy egy picit később olcsóban tudjuk azt megvenni. Tehát valami... Mert tehát a retrográd Merkur meg tud minket viccelni. Engem is megviccelt egyszer úgy keményen, de majd mesélek erről, amikor külön a Merkur bolygóval fogok foglalkozni. Na de megyünk tovább. Kilences. Igen, ez egy nehéz kártya, ez az álmatlan éjszakáknak a kártyája. Nos, hogy ilyen helyzetben ne kerüljünk, ez a megbánás lehet. Ez a lelkiismeret fordulás. Miért tettem meg? Na miért kellett nekem azt megvenni? Na miért fektettem bele abba a dologba pénzt, egy ilyen nagy összeget? Vagy miért adtam kölcsön például? Ez mind-mind ide tartozik. Ezt el lehet kerülni. A házasságkötés, azt is érdemes most hanyagolni, ott a Vénusz miatt. Tehát az igazság. Nos, ez viszont komoly kártya. Komoly. Nagyon komoly, karmikus kártya. Megszületik az igazság. Nagyon komoly kártya, komoly dolgok, komoly... ügyek ide tartoznak, a bírósági ügyek, a jogi ügyek, a dokumentumok, az engedély, a vizsga, tehát minden komoly dolog ide tartozik. Ugye ez általános kirakás, de ezért figyelj, tehát az aláírás, nem írunk alá szerződést. Ez egy, úgy mondom, hogy iratlan szabály, tehát nem írunk alá szerződést, amikor retrográd a Merkur, semmiféleképpen. Megbánjuk. Jó. Ász. És megint itt az ész, megint itt vannak a kardok. Jó. Kapunk egy nagyon erős üzenetet, hogy okosan. Tehát muszáj most bekapcsolni az eszünket. Többet ésszel, mint erővel. Főleg, ami új. Új szerződéskötés például, új dokumentum, mert a kardok ugye azok a dokumentumok, a szerződéskötés, a kommunikáció, tehát ezt ha lehet, akkor érdemes hanyagolni. És a négyes, igen, a depresszió kártyája is, ez a négyes, jó? Na most ezt az állapotot el lehet kerülni határozottan, igen. Erre az időszakra azt szoktam mondani, hogy érdemes várni. Egy picit várni, várakozni. Tehát ezeket a fontos dolgokat érdemes elhalasztani. Természetesen, ha ez lehet. Ha nem lehet, akkor úgy kell hozzáállni, hogy na most, ha van egy A-terv, akkor legyen B-terv, mert ha nem jön össze a dolog, akkor valamit tenni kell lesz. Tehát okosan. És a pozitív gondolkodás, az nagyon fontos, az segít, az tényleg csodákra képes. Plusz információ, az erő, jaj, de jó, tűzenergiát kaptunk, nagyon jó, és ez kell egyébként mindenkinek. Ha pozitívumot nézünk, ha negatívumot nézünk, az erő, az egyszerűen... ki segíthet minket.
És ez nem fizikai erő, amiről az előbb beszéltem, hogy többet ésszel, mint erővel. Tehát ez nem fizikai erő, nem. Ez ilyen puha erő. Ez az ész ereje, ez az intelligenciának az ereje. Jó? Tehát kardok, az maga a kommunikáció. Lehet a szép beszéddel, a finom beszéddel, a csendes beszéddel többre megyünk, mint ezzel az erős lobbanékon tűzenergiával most. Tehát ez egy nagyon jó tanács. Jó? Tehát ez nagyon, nagyon finom erő. És most érdemes, megint csak a retrográd bolygók miatt, tehát picit visszafogni magunkat is. Tehát ezt a vadállatot, aki bennünk él, tehát ezt is meg tudjuk szelidíteni most. És kell is. Még valamit érzek itt, na, plusz információt nézzünk, csak van itt egy plusz kártyapaklim. A varázslók mit mondanak? Valamit érzek még. Hát, ha valakinek ez egy fontos információ lesz. És tűzenergiát kaptunk. Tipikuskos energia, jó? Tehát bármi történik, vagy nem történik, lényegtelen, tehát erősek vagyunk. Semmi és senki nem tud minket megállítani. Még a problémák sem. Kész. Nagyon jó. Tehát ilyen kettessel kezdtünk, és itt a hármas. Tehát tűzenergia. Tehát itt megvannak a tervek, és ezek nem csak tervek maradnak, hanem ezeket meg lehet valósítani. Itt van az előrehaladás. Nagyon jó. Jó, kellett húzni. Kellett húzni még egyet. Ide teszem a tűz energia. Tehát a ti energiátok. Ez jó. Ez jó. De hát a kos ügyes, tudom, hogy nem kerül a padlóra, nem. Tehát nem kerül ilyen állapotba, nem. Ügyes. És ha mégis, akkor ki tud mászni belőle. A kos nagyon ügyes. Szeretem ezt a kos energiát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!